Szevasztok srácok, ez itt újra az Építs Fel, és hát ahogy itt látjátok mellettem elkészült a átegmenesített Sonic alkotásom, és erről egy kis beszámolót tartanék nektek, hogy végül hogy is sikerült elkészítenem. Ezen a felvételen most pontosan azt láthatjátok, hogy nagyjából hogyan sikerült az építése. Szerintem egy olyan másfél óra alatt sikerült összeépítenem. Természetesen teljesen a saját fejemből építettem, hát ami... Hát valljuk be őszintén, eléggé látszódik is rajta. Főleg az látszódik rajta, hogy kb. Szerintem én, hogy egy utána gondolkodtam, én ilyen 25 éve biztos nem építettem itt saját fejből semmit. Úgyhogy szerintem egy negyedikes biztos büszke lenne erre az alkotásra. Hát nekem ez most így sikerült, de hát az volt a lényeg, hogy minél csúnyább Sonicot kell összehozni, és hát így őszintén szólva szerintem sikerült is. Először akartam egy teljes Sonic szobrot összeépíteni, de aztán rájöttem, hogy halványgőzöm sincs, hogy a jointokat, a nyakát, meg az ilyeneket hogyan kellene összepakolnom, hogy normálisan működjön, úgyhogy arról gyorsan letettem, hogy hál' Isten pont a fejével kezdtem, ezen a felvételen most pontosan azt láthatjátok, hogy nagyjából hogyan is kezdtem az építését. Először eléggé szögletesre sikerült, de aztán azt egy kicsit szétszedtem, és utána elkezdtem a többi alkatrészt is használni, hát azért ehhez kell gyakorlat, hogyha nincsen benne az ember a mokolásba, akkor bizony, hát sajnos nem a legjobb dolgok születnek, vagy legalábbis nem olyan dolgok születnek, mint ami a fejemben megvolt, hiszen a fejemben tényleg egy ilyen nagyon robotos Sonicot akartam létrehozni, de hát a tudásom sajnos még nincsen ott. Na de, hogy miről is szól az én építésem, ez egy dioráma, ha nem tűnt volna fel nektek. Ez egy nagyon speciális dioráma, hiszen megvan Sonic feje. Látjátok, ő itt Sonic, higgyétek el nekem, ő Sonic. Ami hát szerintem ahhoz képest azért simán föl lehet ismerni, nézzétek meg így oldalról is, látszódnak ezek a kis tüskéi is, megvan az egmenesített vonások is rajta, hiszen megkapta a szemüveget, és még a bajsza is van Sonicunknak, és még a nyelvét is kinyújtotta, vagyis hát eredetileg ezen a szobron nem, hiszen én egy kis történetet írtam hozzá. Sonic világában az emberek hát imádják Sonicot, amiért a hősiessége miatt, és ezért szobrokat emeltek neki különböző zónákban, és ebben a zónában hát megelégelte Dr. Eggman, hogy állandóan ilyen szobrokat lát, és ezt a szobrot teljesen átpróbálta eggmenesíteni, és megpróbálta minél csúnyábbá tenni, és hát pontosan ez látható ezen a Sonic fejen is, ott a szemüveg, ott a bajusz, kinyújtotta a nyelvét, és még éppen az is látszódik, hogy éppen már mászik lefele a létráról, kezében van az a kis eszköz, aminek segítségével átalakította ezt az eredetileg jobban kinéző Sonic fejet, úgyhogy igazából ez a történet hozzá, és mivel egy diorámáról van szó, míg ide az oldalába raktam különböző kis szerszámokat, míg látszódik, hogy már összegyűjtötte ő is az összes, vagy hát jó sok kristályt, ami a videójátékban is szerepel, itt van egy kis kör is, és hát ugye az volt nekem a legnehezebb ebben az építésben, hogy adott alkatrészek voltak, bár ugye a Lego rengeteg alkatrészt adott, még hát bőven maradt is, szóval lehetett volna még bőven építkezni bele, de mivel nem találtam olyan alkatrészeket, amit még én beleépítettem volna, én építettem volna bele pálmafát is, mi egymást, ezért sajnos, hát azok nem kerültek bele, mint ahogy mondtam is nektek az előző ilyen videóban, én ez egy ilyen kihívásnak tekintettem, úgyhogy csak azokat az alkatrészeket használtam, amik ők elküldtek, bár itt egy kicsit hazudok, mert a létra nem volt benne, azt az előző Batman-es szedből vettem ki, úgyhogy a létrán kívül tényleg minden benne volt abban az acsészban, amit ők elküldtek, és hát igazából így született meg ez a dioráma ötlet, még arra is megpróbáltam figyelni, hogy hasonlítson a talaj, mint ahogy a régi Sonic videójátékokban is láttuk, úgyhogy megpróbáltam tényleg azt is nagyon hasonlítani hozzá, meg szerintem azért hát van füle, itt vannak a tüskéi, van szeme, van orra, van bajsza, ezt simán föl lehet ismerni, aki nem ismeri fel Sonicot, az csak magára vessen. Na de, hogy mi is a lényeg ennek a videónak, az az, hogy ezt a kis alkotást föl kell tölteni a Lego Ideas oldalra, mindjárt mutatom is nektek, van egy oldal, amit ha megtalálok, akkor sokkal egyszerűbb lesz. Szóval, amit most itt a képernyőn láttok, ez a Dr. Eggman's Takeover nevezetű Lego Ideas-os pályázat. Ugye a heti Lego hírekben sokszor szoktam mesélni nektek arról, hogy a Lego időről időre szokott pályázatokat hirdetni, és ez is egy ilyen speciális pályázat, aminek keretén belül nektek is esélyetek van nyerni, ti is készítsetek egy hasonlóan ronda Sonicot, hát ennél azért egy kicsivel szerintem jobbat is összebírtok hozni, és erre az oldalra, ami természetesen lelinkelek a legelső kommentben vagy a leírásban, hogy fogjátok látni, oda föltöltitek ezt az alkotásokat, egyébként nem kötelező fizikai Lego alkatrészekből összehozni, hanem hogyha gépeteken fölmel a különböző stúdió programok, aminek segítségével virtuálisan összebírjátok hozni, akkor simán azt a verziót is fel tudjátok erre az oldalra tölteni, és hát igazából nézzétek meg már most ebben a pillanatban mennyi ember töltötte fel, úgyhogy igazából ott vagyok én is, hogy már
elkezdtem én is a feltöltését, megadtam neki a címét, én egy ilyen Egg Drioráma címet adtam neki, van egy kis leírás, és igazából már a képeket is föltöltöttem, és szerintem igazából már nincs is más hátra, csak rámegyek a Submitre, és hát ezzel sikerült nekem is beregisztrálni ezt a szonikos verziót, úgyhogy megkérnélek rá titeket, hogy légy szíves szavazatok az én alkotásomra is, megnézzük, hogy mi sikerül ki belőle, hát ha valamilyen szinten eljut valameddig. Ez az én ötletem is, úgyhogy hát ennyi lett volna mára, srácok, ez a kis adás, amelyben, hát látjátok, összehoztam az én első, 25 év utáni első mokomat. Őszintén szólva, büszke vagyok rá, sokkal bénábbra számítottam még először, meg azt sem tudtam, hogy egyáltalán hogy fogjak hozzá, hogy készítsek valami kis rajzot is az alapján. Nem, egyáltalán nem készítettem semmiet, beleugrottam a LEGO alkatrészekbe, és hát végül is ez született ki belőle. Remélem tetszett ez a kis extra alkotás, ha ez így van, akkor a lájkokat a videóról ne felejtsétek, ha esetleg még nem vagytok feliratkozva, akkor tudjátok, hogy mi a teendő, és ne felejtsetek el szavazni a pályázatra, és ne felejtsetek el ti is hasonló dolgokat föltölteni. Ez volt itt az Építs Fel, találkozunk a következő epizódban. Szevasztok!